Nem csupán a Szentháromság téren, az Asztriceum udvarán is nagy munka folyik. Mint ahogy már korábban beszámoltunk róla, itt kapnak helyet a tér felújítása miatt ideiglenesen elbontott szobrok, még új helyükre nem kerülnek. De az épület új látványossággal is bővül hamarosan, melyet már elkezdtek építeni. Ez nem más, mint egy kőtár, ahol a régészeti munkák által nyert kőleleteket lehet majd megtekinteni. Ez egy izgalmas terület, egy lehetőséget ad a látogató számára, hogy bekukkantson abba a történeti környezetbe, nem csak távlatokban, hanem akár testközelben. Egy picit megnyitja a múzeum udvarát a kastély kertje irányába, és ez az a kőtár, amelyben most ideiglenesen a Szentháromság oszlop régi kőelemei kerülnek, de később majd azok a kőfaragványok, amelyek díszes oszlopfők, lábazatok, faltestek, falazatok a Székesegyház régészeti munkáiból kikerülnek. A hatalmas nyitott felületeknek köszönhetően megnyílik a látogatók számára a templom kertjének szépsége is. A kőtár építésénél elsődleges szempont volt, hogy olyan elemeket, leleteket vagy rekonstrukciókat tudjanak ott elhelyezni, melyekben a régi idők alakzatai köszönnek vissza. Egy olyan oszlopot például össze tudjak rakni, rekonstruálni, amilyen lehetett a II. Székesegyház gyönyörű szép oszlopa. De lehetőség szerint akár egy rózsaablakot, vagy egy-egy részletet, amennek a faragványait megtaláltuk, összerakjuk, de a többi kőelem ebben a kőtárban kap majd helyet. Tehát nagyon izgalmas lesz, hogy egy történeti sétát tudunk tenni a Székesegyházban, ugye a padlósík alatt, betekintve az üvegfödémeken, illetve külső térből besétálva az altemplomba, de mindazon kisebb kőelemek, amelyek nem kerülnek vissza a helyére, mert ugye elbontották vagy lerobbantották azt, az itt kap helyet ebben a kőtárban. A főépítész asszony kiemelte, hogy a múzeum mindenki előtt nyitva áll, így várják a látogatókat, elsősorban a kalocsaiakat. A legfontosabb ugye az ember hazája, tehát legelsőképpen a város számára készül minden, a látogatók számára az csak egy hozzáadott értékként történik, hiszen a saját történelmi minket óhatjuk megmutatni és kiszedni a földből, feltárni az emberek számára, sőt, rövidesen majd Krisztina kolléganőm is olyan ötletekkel fog majd előállni, amely pontosan arról szól, hogy nyissunk a város irányába, és próbáljuk behívni a helybelieket. Így például a későbbiekben egy kávézót is szeretnének a múzeumban üzemelni. A főépítész asszony hangsúlyozta, ezzel nem a profit szerzése céljuk, sokkal inkább a közösség építése, illetve a kalocsai emberek vendégüllátása. A kőtér elkészülésének és megnyitásának időpontja még képlékeny, várhatóan a következő évben fejeződnek be a munkák.